Továbbra sem zárták be az egyik legrosszabb állapotú migráns tábort Boszniában. Magyarországra a hétvégén több mint 350-en próbáltak bejutni. Terrorcselekménynek minősítette az FBI a pénteki floridai lövöldözést. Egy katonai támaszponton lőtt le 3 embert egy szaudarábiai pilóta. Kitört egy vulkán Új-Zélandon, 5 ember meghalt, több mint 20 megsérült. Magyarország a díszvendége a vatikáni Betlehem kiállításnak, 18 magyar Betlehemet állítottak ki, van mézes kalácsból készült is. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán, Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. A napok óta tartó ígéretek ellenére mégsem zárják ma be a boszniai Vučjak tábort, hiába kezdődtek meg az előkészületek, az illetékesek felfüggesztették az intézkedést, szerintük nincs hová vinni a bevándorlókat. A befogadó táborok tele vannak, a kijelölt új helyszín pedig még nem alkalmas arra, hogy odavigyék a migránsokat. A bevándorlók közben úgy döntöttek, nem várják meg az intézkedést, mivel nem akarják, hogy visszavigyék őket az ország belsejébe. Nagy csoportokban indulnak meg a horvát határ irányába. A feszültség egyre nagyobb. Rendőrségi busz érkezett reggel a Vučjak táborba. Több napos halogatás után a hatóságok azt ígérték, hétfőn végre elkezdik a tábor kiürítését, és fedett befogadóközpontokba szállítják a migránsokat. Tisztában vagyok azzal, hogy most a legfontosabb feladat bezárni a Vučjak tábort, és a migránsokat más központokba szállítani. Dolgozunk ezen, és remélem, hogy rövid időn belül ez megkezdődhet, fogalmazott Dragan Mektić a hétvégén. A tervekből azonban végül semmi sem lett. Az illetékesek ugyanis az utolsó pillanatban mégis elhalasztották az intézkedést. Az indoklás szerint nincs hova szállítani a migránsokat. A Bihács és Velika Kladusai táborok ugyanis tele vannak, a Szarajevóhoz közeli Blazsújban pedig még nem megfelelőek a körülmények. Hétfőn délelőtt így a várakozásokkal ellentétben a megszokott rend szerint zajlott az élet a Vučjak táborban. A segélyszervezetek élelmiszert és egyéb ellátmányt osztottak, közben újak is érkeztek. Azt jelenleg senki sem tudja, hogy mikor kezdődhet el valóban a határsértők elszállítása. A migránsok azonban már előre leszögezték, hallani sem akarnak a költözésről, nem mozdulnak a horvát határ közeléből. Itt maradunk és várunk Európa segítségére. Akkor sem megyünk innen sehova, ha nem segítenek nekünk. Ha elvisznek minket innen, mi újra vissza fogunk jönni. Csak napok, órák, percek kérdése, de visszajövünk, fogalmazott egy afgán férfi. We don't want to go anywhere. Nem akarunk más táborokba menni, és itt sem akarunk maradni. Nem engednek minket át a határon, csak pazarolják az időnket. Így múlik el a fiatalságunk, mondja ez a másik migráns. Sokan úgy döntöttek, nem kockáztatják meg, hogy esetleg akaratukon kívül elszállítsák őket. Így összepakolták a dolgaikat, és megindultak a Piesevicán keresztül Horvátország irányába. A Hófette-hegyes utakon jelenleg is nagy csoportokban gyalogolnak a migránsok, annak reményében, hogy a többször is sikertelen próbálkozás után most mégis sikerül átjutniuk a zöld határon. A bizonytalanság és ezzel együtt a feszültség is egyre nagyobb Bosznia-Hercegovinában. A bevándorlók közül ezért az elmúlt hetekben sokan úgy döntöttek, inkább visszafordulnak Szerbia felé. Ez a magyar adatokon is meglátszik, péntektől vasárnapig több mint 350 határsértővel szemben intézkedtek az ország területén a rendőrök. 68 migráns pedig megakadályoztak abban, hogy illegálisan lépjenek be Magyarországra. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a századvégi jogi elemzője a ma reggelben arról beszélt, a migrációs nyomás növekedésével a bűnözés is egyre terjed, hiszen nyílt titok, hogy a migránsok 90%-a embercsempészek segítségét veszi igénybe. Egy új jelenség ütötte fel a fejét a szerb-magyar határon, ami az eddigieknél sokkal súlyosabb tendenciát mutat, és egy olyan folyamatot indíthat el, amely még inkább kriminalizálja ezt az egész jelenséget, amelyet úgy hívunk, hogy illegális migránsok folyamatos érkezése a magyar határa, és itt egyértelműen az alagutakra gondolok. Magyar Kanizsán, Martonoson, Szabadkán, vagyis a határ szerbiai oldalán fekvő településeken jelenleg is több száz migráns várakozik. A magyar határtól csupán néhány kilométerre élők egyre elkeseredettebbek. A migránsok ugyanis napról napra többen vannak, a helyi vezetés pedig már nem tudja kezelni a helyzetet. Felháborodtak az emberek Németországban, miután kiderült, hogy migrációs hátterű fiatalok vertek agyon egy tűzoltót Augsburgban. A férfit ököllel verték fejbe, amitől összeesett, és a kiérkező mentők már nem tudták újraéleszteni.
Az augsburgi tűzoltók az elmúlt napokban többször is a helyszínen emlékeztek halott kollégájukra. A távolban leteszik a tűzoltóautót és odasétálnak a verekedés helyszínére. Pár perccel később megrendítő trombitaszóval emlékeznek a tűzoltók halott kollégájukra. A többiek pedig közben mécses gyújtanak. Az egyik mécses alá azt írták, miért? Ezen a helyen verték agyon a fiatalok a 49 éves tűzoltót. A férfi a feleségével és egy másik házaspárral sétált haza a karácsonyi vásárból. Arra lettek figyelmesek, hogy fiatalok üvöltöznek és örjöngenek. A tűzoltó kétszer is rájuk szólt, de a második kérés után a fiatalok megtámadták. A tűzoltót ököllel fejbeverték, amitől a férfi összeesett. Ezt a 49 éves férfit, a tűzoltót olyan brutálisan ütötték meg a fején, hogy az a földre esett, és már a helyszínre érkező mentők sem tudták újraéleszteni. Az M1 tudósítója úgy tudja, hogy a csoportban 7-8 fiatal volt, de két 17 éves lehetett, aki agyonverte a tűzoltót. A rendőrség a térfigyelő kamerák képei alapján a hétvégén elfogta a feltételezett elkövetőket, ahogy hivatalosan mondják, migrációs hátterűek. A fő elkövető egy 17 éves férfi, aki német, libanoni és török állampolgár. A másik férfi, szintén 17 éves, pedig olasz, aki már vallomást is tett. Mindkettőjük szerepel a rendőrségi aktában, vagyis eddig is elkövettek bűncselekményeket. A társaik is előzetes letartóztatásban vannak. Ők azok, akik rátámadtak a két házas párra. A tűzoltók napok óta emlékeznek Augsburg belvárosában. Vasárnap mintegy 150-en vonultak végig az utcán. A szövetségi belügyminiszter a Bajor médiának azt mondta, felkavarta az ügy. Ami igazán felbosszant, hogy Augsburgban egy békeszerető állampolgárt halálra vertek, egyszerűen halálra verték. Ez felzaklat, mondta Horst Seehofer. A helyieket is megrendítette az eset, az ügy felderítésén egy 20 fős nyomozócsoport dolgozik, eddig 6 embert vettek őrizetbe. A rendőrség mára ígért részletes információkat a nyomozásról. Terrorcselekményként kezeli az FBI a pénteki támadást, amelyben egy szaudi pilóta 3 embert megölt egy floridai katonai támaszponton. Sajtóhírek szerint a gyilkosság előtt társaival álmokfutásokról készült videókat nézett a támadó. Az ügy diplomáciai okokból is kényes, hiszen Szaúd-Arábia elvben az Egyesült Államok szövetségese. Több tucatnyian adtak vért a hétvégén egy véradó kamionban, a floridai Pensacolában. Többségük azért vállalta a néhány perces kellemetlenséget, hogy a haditengerészeti támaszponton történt támadás sérültjein segítsen. A pénteki lövöldözésben 3-an haltak meg, 8-an megsebesültek. Az elkövetőt, aki az ottani kiképzésen résztvevők egyike volt, lelőtték a rendőrök. Számos erőszakos támadásról hallunk, amely Amerikában történik, és amely elborzadt bennünket, pedig általában tőlünk messze történik. De amikor a közvetlen közelében lát ilyet, az ember az mélyen megrendíti, mondta az egyik véradó, a Pensacola haditengerészeti bázis egyik tisztje. Azt egyelőre továbbra sem tudni, hogy pontosan mi volt a 21 éves szaúdi pilóta, Mohamed Al-Shamrani indítéka, de az FBI vasárnap bejelentette, hogy feltételezett terrortámadás miatt nyomoz az ügyben. A legfontosabb célunk most az, hogy kiderítsük, hogy egyedül követte el a támadást, vagy egy kiterjedt hálózat tagjaként. Jelenleg azt feltételezzük, hogy a fegyveres egyedül lövöldözött, és nem is tartóztattunk le senkit az ügy kapcsán, mondta az FBI egyik ügynöke. A támadó a fegyverét legálisan vásárolta Floridában. Sajtóhírek szerint a héten az egyik vacsoránál tömegmészárlásokról szóló videókat mutatott a társainak, és szakértők szerint a lövöldözés előtt több Amerika ellenes bejegyzést is írt az egyik közösségi oldalon. Van az ügy kapcsán egyfajta csalódottság bennünk. Úgy értem amiatt, hogy külföldi katonáról van szó, aki idejött a bázisunkra. Nem kellene idejönnie annak, aki gyűlöli az országunkat, mondta a floridai kormányzó. Az amerikai védelmi miniszter közben elrendelte, hogy az amerikai katonai támaszpontokon szigorítsák meg a biztonsági intézkedéseket, és a korábbiaknál szélesebb körűen vizsgálják meg a továbbképzésre az Egyesült Államokba érkező külföldi katonákat. Mark Esper ugyanakkor leszögezte, hogy az amerikai nemzetbiztonság szempontjából is fontosak azok a továbbképzési programok, amelyeket az Egyesült Államok a szövetségeseinek tart amerikai támaszpontokon.
Már 5 halálos áldozata van az új-zélandi Fehér-szigeteki vulkán kitörésének, a hatóságok szerint azonban félő, hogy ez a szám még növekedni fog. Amikor a tűzhányó működésbe lépett, körülbelül 50 turista volt a szigeten. Voltak, akik a kráter belsejében kirándultak, amikor a tűzhányó gőzt és hamut kezdett kilövelni magából. Több embert súlyos égési sérülésekkel már elszállítottak a szigetről, de vannak, akiknek a hollétéről még mindig nem tudnak semmit a hatóságok. Egy sétahajón utazó turista készítette ezeket a felvételeket percekkel azután, hogy a vulkán kitört. Ő maga is fennjárt a kráter peremén, de mint kiderült, szerencséje volt, mert a tűzhányóból fél órával később csapott fel a gőz és a sűrű fehér hamufüst. Látszik, hogy azokban a pillanatokban, amikor aktívvá vált a vulkán, éppen egy turista csoport érkezett a szigetre. A tűzhányó Új-Zéland északi szigetének keleti partvidékétől mintegy 50 kilométerre található a lakatlan Fehér szigeten. James Cook kapitány fedezte fel 1769-ben. Nevét onnan kapta, hogy a sziget felett állandóan fehér füst és gőz kavarog. Évente nagyjából 10 000-re látogatnak a szigetre. Szakemberek közepes hevességűnek nevezték a mostani kitörést. Ezt nem nevezhetnénk nagy kitörésnek. Azt mondhatnánk, a vulkán csak megköszörülte a torkát. Új-Zéland főszigetén például nem is érezhető a hatása. 4000 méter magasra lövelt ki hamut, ami nem számít különlegesnek, kivéve azoknak, akik ebben a pillanatban a vulkán közvetlen közelében tartózkodtak. Ők nagy bajban lehetnek, fogalmazott a földtani szakember hozzátéve. Elképzelhető, hogy az elkövetkező órákban jelentősebb kitörés is lehet. Egy a vulkánon elhelyezett webkamera rögzítette, hogy mindössze 1 perccel a kitörés előtt egy turista csoport a kráter belseje felé tartott. Azt nem tudni, hogy a látogatók tudtak-e arról, hogy a hatóságok korábban figyelmeztetést adtak ki, hogy a tűzhányó bármikor működésbe léphet. A helyzetet bonyolítja, hogy a sziget magántulajdonban van, és több hivatalos kormányzati szabályozás itt nem érvényes. Kitörés után helikoptereket vezényeltek a tűzhányóhoz. Kiderült, hogy körülbelül 50 turista tartózkodott a szigeten, amikor a tűzhányó aktívvá vált. A súlyos égési sérüléseket szenvedett kirándulókat légiúton, a többieket hajóval szállították a szárazföldre. Vannak a szigeten még emberek, akiknek hollétéről semmit sem tudunk. A vulkánkitörésnek áldozatai is vannak. Mindent megteszünk, hogy a turistákat elszállítsuk a szigetről, mondta katasztrófa védelem helyettes vezetője. A mentés az idő múlásával egyre nehezebbé vált, a hamufelhő ugyanis mindent beborított. A rendőrök és a tűzoltók bevetését felfüggesztették, és a hadsereget vezényelték ki a térségbe. A hatóságok megerősítették, hogy a halálos áldozatok között nem csak új-zélandiak, hanem külföldiek is vannak. Elektronikus kézbesítési rendszert épített ki a Magyar Posta, teljesen új digitális alapokra helyezve az évszázadok óta működő levélfeldolgozási és kézbesítési folyamatokat. Erről beszélt a nemzeti vagyonkezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Bártfai Magár Andrea azt mondta, a projekt megvalósítása óriási kihívást jelentett a posta számára, mert egy egész országot lefedő informatikai hálózatot kellett kiépíteni. Hozzátette, az elektronikus nyomkövetés lehetővé teszi, hogy pillanatokon belül eljusson a címzethez a hivatalos irat. A projekt a teljes levélforgalom 20%-át érinti, az ügyfelek ezentúl digitális eszközökön írják alá a könyvelt levelek átvételét, és megnézhetik, hogy hol jár a feladott levél, hiszen a levelek azonosító számával az életútjuk is nyomon követhető. Tehát elmondhatjuk, hogy a posta megérkezett a 21. századba. A magyarságnak erőt kell merítenie a múltjából. Erről beszélt a nemzetközi ügyekért felelős államtitkár a diplomáciai testületek konferenciáján. Lőrinczi Zoltán azt mondta, nem cél a múlt felhánytorgatása, de meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt 100 évben mi történt a magyarokkal és Magyarországgal. Hozzátette, 100 éve, hogy a nemzettestének egyes darabjai más országokhoz kerültek. Így eljött az összefoglalás ideje. A történelem azt igazolja, hogy akkor létezhet egy nemzet, ha szomszédaival, vagy akár azokkal, akikkel összevegyülve él egy-egy területen, azokkal békében tud létezni. Keressük meg a békének az útjait, de hogyha szükséges, nézzük meg, hogy milyen úton jutottunk el addig, ahol most vagyunk.
Az új színház törvénnyel demokratikus módon kezelni a kormány a színházak évtizedes problémáit, például a finanszírozás kérdését. Erről beszélt az M1-en a Magyar Teátrumi Társaság elnöke, a Nemzeti Színház igazgatója. Vigyánszky Attila azt mondta, örülnek a törvénytervezet tartalmának, hiszen az lehetőséget jelent az újra tervezésre és az igazságtalanságok megszüntetésére. A javaslatról várhatóan szerdán szavaz az országgyűlés. Közös közleményben reagált a kormány új kultúrfinanszírozásról szóló törvénycsomagjára a Magyar Teátrumi Társaság és több más színházi érdekképviselet vasárnap. A színházi érdekképviseleti szervezetek 5 javaslattal álltak elő. Többek között azt írják, hogy a magyar kulturális élet összességében nem kaphat kevesebb állami támogatást a jövőben, mint eddig. És a nemzeti kulturális alap forrásainak elosztásában a magyar kulturális élet szereplőinek kell döntő szerepet biztosítani. Az önkormányzatok fenntartásában lévő színházak finanszírozásáról az államnak és az önkormányzatoknak több évre előre meg kell állapodniuk. A színházi vezetők megbízása és felmentése közös fenntartás esetén csak közös döntés alapján történhet, valamint a független színházak nem kaphatnak kevesebb forrást, mint eddig. Nem megengedhető, hogyha egy Gotár ügyhöz hasonló ügy kirobban, akkor például a vezetői felelősség fel sem merül. Az elmúlt héten a kormány szóvivő megerősítette, hogy a kormány átalakítaná a színházak finanszírozási és fenntartói rendszerét. Hollik István hozzátette, mindenre többek között Gotár Péter szexuális zaklatási botránya miatt is szükség van. Mi úgy gondoljuk, hogy az nem megengedhető, nem jó, hogyha az állam a finanszírozásban felelősséget vállal, de ugyanakkor semmifajta felelősséget nem tud vállalni a működtetésben. A kormány szóvivő leszögezte, a kulturális támogatások összegén nem változtatnak, illetve nem szüntetik meg a nemzeti kulturális alapot, de megújítják a működését. A Gotár-féle zaklató színházak követelik a pénzt a kormánytól, miközben nem engednek betekintést az ügyeikbe, és akár évekig is eltussolnak bűncselekményeket. Ezt már a Fidesz frakció vezetője írta közösségi oldalán. Kocsis Máté kijelentette, a kormánypárti frakciók megszavazzák a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot. Az új színház törvénnyel demokratikus módon kezelné a kormány a színházak évtizedes problémáit, például a finanszírozás kérdését, mondta Vigyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke az M1-en. A Nemzeti Színház igazgatója kiemelte, minden színházzal tárgyalna a kormány és a társulatok háromféle megoldás közül választhatnak. Vagy átveszi az önkormányzat és saját maga finanszírozza a színházát, vagy átadja és a minisztérium fogja finanszírozni a színházát, vagy közös finanszírozás, de minden egyes színház kapcsán újra lesz tárgyalva minden. Tehát ennél, hogy mondjam, demokratikusabb megoldás, és ennél jobb megoldást nehezen lehetett volna kitalálni. Vigyánszky Attila arról is beszélt, hogy örülnek a törvénytervezet tartalmának, ugyanis az lehetőséget jelent az újratervezésre és az igazságtalanságok megszüntetésére. Kiemelte, jelenleg a színházak támogatásának majdnem a 80%-a a fenntartó minisztériumtól jön, miközben a tárcának nincs beleszólása a társulatok ügyeibe. Egy a szocialistákhoz közeli újságíró zsarolhatta meg az MSZP két politikusát. Erről beszélt az MSZP pártigazgatója egy az ellenzéki politikusokat állítólag leleplező blokk kapcsán. A magát csak angyal ügyvédjeként emlegető szerző egy frissen megválasztott ellenzéki polgármesterről és egy pártvezetőről állítja, hogy drogos szexpartikat szerveztek. Azt ígéri, meg is nevezi őket, amennyiben nem vonulnak vissza a közélettől az év végéig. Molnár Zsolt bevallotta, hogy ő az ügy egyik érintettje, ugyanakkor tagadta a blogger állításait és feljelentést tesz. A politikus arra is tett utalást, hogy ki állhat a zsarolások hátterében. Még az idén kiderülhet, ki az ellenzék Borkai Zsoltja, így indítja az Angyal ügyvédje blogot a magát Kis Krisztinának nevező szerző. Örömlányok, kokain, ellenzéki politikusok, korrupció. Ezek egy történet főbb címszavai, amelyre állítása szerint az Angyal ügyvédjének bizonyítékai vannak. Azt írja, egy 6. kerületi lakásban évek óta tart drogos szexpartikat egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester és egy pártvezető. A blogger pedig azt ígéri, megnevezi a történet főszereplőit január 1-én, ha azok addig nem vonulnak vissza a közélettől. Nem Borkai ügyről van szó, hanem egy mocskos zsarolási ügyről. Az MSZP pártigazgatója, országgyűlési képviselője azonban még a határidő lejárta előtt felfedte, hogy ő az egyik, akit megzsarolt az Angyal ügyvédje írója. Molnár Zsolt szerint azonban valótlan történettel állt elő a blogger.
Sem eltitkolt vagyonom, még egy biciklitárolom sincsen, nemhogy lakásom. Soha életemben nem fogyasztottam drogot, nem is tudom, hogy néz ki, tévében láttam legközelebbről, és nem vettem részt ilyen drogos orgiákon prostituáltakkal, és drogdílert is a tévében láttam akciófilmekben. Molnár Zsolt azt is elmondta, hogy az ügy másik érintettje, akit frissen megválasztott ellenzéki polgármesterként emleget az angyal ügyvédje, egy fiatal szocialista politikus, megnevezni azonban nem akarta. Ugyanakkor a szocialista pártigazgató azt mondta, pontosan tudja, ki a zsaroló, éppen ezért feljelentést tesz. A nevét nem árult el, de konkrét utalást tett a személyére az ATV-ben. Azt mondta, egy a szocialistákhoz közeli újságíróról van szó. Az Egyenlítő blokkhoz van köze? Nem tudnám cáfolni, hogy lehetett köze. Az októberi választás előtt Győr azóta már lemondott polgármesteréről, Borkai Zsoltról hozott nyilvánosságra a közvéleményt megbotránkoztató felvételeket egy szivárogtató, aki magát az ördög ügyvédjeként emlegette. Rendkívül büszke lennék rá, hogyha közöm lenne hozzá, ezt tudom nyilatkozni az ügyben. Sajtóhírek szerint az ördög ügyvédje a DK-hoz köthető. A szálak állítólag Gyurcsány Ferenc ügyvédjéhez, a költségvetési csalással is vádolt Cegléri Csabához vezethetnek. Magyarország a díszvendége az idei vatikáni Betlehem kiállításnak, amelyet tegnap nyitottak meg a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola Kamara Kórusának műsorával. A Betlehem kiállításon összesen 18 magyar kézműves alkotása látható. Cserháti Ferenc Esztergom budapesti segédpüspök azt mondta, ez egy jó lehetőség, hogy hazánk bemutassa a hagyományait, és felhívja a figyelmet a jövő évi eukarisztikus világkongresszusra, amelyet Magyarország rendez. Erdélyi magyar pásztorjátékot adott elő a Vatikánban vasárnap a Kodály Zoltán Kórusiskola Kamara zenekara. Ez nyitotta meg az idei nemzetközi Betlehem kiállítást, amelynek díszvendége ezúttal Magyarország. Egy olyan igazán magyar betlehemessel készültünk, egy erdélyi magyar betlehemessel, ami igaziból a legrégebbi hagyományainkat mutatja be, Magyarországnak a legrégebbi hagyományait. Ebben az énekben például, amit most előadtunk, mint Betlehemes a csordapásztorok, ami a legrégebbi karácsonyi magyar egyházi énekünk. A vatikáni kiállításon 18 magyar kézműves alkotása látható. Van köztük fából faragott, gyöngyből, mézes kalácsból, újrahasznosított papírból, vagy például kukoricacsuhéból készült Betlehem is. Mind egészen különleges. Óriási lehetőséget jelent számunkra arra, hogy bemutassuk a hagyományainkat, de ugyanakkor óriási lehetőség arra is, hogy az eukarisztikus kongresszusra felhívjuk a figyelmet. Azt hiszem, hogy szebben összekötni ezt a két eseményt alig lehetett volna. A megnyitó után Rino Fisichella érsek átadta Ferenc pápa levelét, amelyben köszönetét fejezte ki a betlehemekért és azért, hogy Magyarország rendezi a 2020-as eukarisztikus világkongresszust. Budapest és Magyarország a világegyház figyelmének középpontjába kerül az eukarisztikus világkongresszussal. Készülünk rá, együttműködünk a kongresszus szervezőivel, mondta Rino Fisichella érsek. Az egyik legnagyobb nemzetközi vallási eseménynek számító eukarisztikus világkongresszust szeptember 13-a és 20-a között rendezik Magyarországon. A főhelyszín Budapest lesz, de több vidéki nagyvárosban is szerveznek programokat, több tízezer külföldi zarándokra számítanak. Reméljük, hogy azokat az embereket, akiket ott tudunk majd fogadni, mi mindent meg tudunk annak érdekében tenni, hogy ők jól érezzék magukat Magyarországon, és olyan lelki élményben részesüljenek, ami páratlan a mi életünkben. A vatikáni Betlehem kiállításon hazánk 1993 óta vesz részt, most először díszvendégként. A magyar alkotások január 12-ig lesznek láthatók. A ciszjordániai Betlehemben Jézus szülőhelyén megnyílt a hagyományos karácsonyi vásár. Ide várják azokat az zarándokokat is, akik a Szentföldön szeretnék ünnepelni a karácsonyt. A hagyományok szerint nem csak helyi kiállítók vannak jelen, hanem Betlehem testvérvárosaiból és az egész keresztény világból érkeztek vendégek. A helyszínről Siri Zsuzsa tudósított. Idén nem a város főterén, hanem az esős idő miatt a mögöttem látható Békeközpont csarnokában rendezik a szokásos karácsonyi vásárt. Az összes itt Betlehemben eladott áru értékét átadják jótékonysági célokra. A magyar asztalt a szokások szerint dr.
Nasser Khamis, Magyarország betlehemi tiszteletbeli konzulja és családja szervezi, rendezi, ők adják el az ottani termékeket, és ezt a pénzt a betlehemi rákos és autista gyerekek, valamint szegény, rászoruló családok támogatására fogják átadni. Megnyílt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság karácsonyi vására, ahol a főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények ellátottjai által készített termékeket lehet megvásárolni. A vásáron idén több mint 30 intézmény képviselteti magát az ország minden részéről. Benedek István Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője kiemelte, a vásárral lehetőség nyílik az ellátottaknak a munkára és az elismerésre. A vásár péntekig tart. Ezek a termékek azért különlegesek, mert egyrésztről fogyatékkal élő honfitársaink gyártják. Minden termék egyedi, minden termék kézzel készült, minden termék hazai, és legalább akkora örömet okoz azoknak az ellátottaknak, akik készítik, mint aki megvásárolja ezeket a termékeket. A vártnál nagyobb siker volt idén a családszervezetek adventi jótékonysági vására. A tervezett egy inkubátor helyett kettőre gyűlt össze a pénz, mondta a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az M1-en. Király Nóra elmondta, a negyedik alkalommal megszervezett vásárt idén egy hónapon keresztül tartó online adománygyűjtéssel kötötték egybe. A Nemzeti Összetartozás évének jegyében tartja újévi koncertjét Mága Zoltán. A Liszt-díjas hegedűművész az M1-en elmondta, neves művészekkel készül a január 1-jei előadásra. Arról is beszélt, hogy lesz olyan, amikor egyszerre több százan lesznek a színpadon a Papp László Budapest Sport Arénában. Ez évben is több mint 30 országból érkeznek majd vendégek, mivel nemzeti összetartozás éve lesz, éppen ezért határon túlról is érkeznek majd fellépő művészek, így magyarországi Kossuth-díjas fantasztikus művészek mellett ott lesznek délvidékről, felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról is fantasztikus művészek, és jönnek énekkórusok, gyermekkórusok és tánckarok is. Bízom benne, akik eljönnek, feledhetetlen élményben lesz részük. Már 33 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó kampányában. A felajánlók között több magánszemély és rengeteg cég is van. A Herendi Porcelán Manufaktúra például egy olyan figurát bocsát licitre, amelyből csak egy darab van. Advent harmadik vasárnapján egésznapos műsorfolyammal zárul az akció a közmédia csatornáin. Addig is folyamatosan hívható az adományvonal, aki tárcsázza a 13600-at és a 04-es melléket választja, vagy a 13600-as számra elküldi a 04-es kódot hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását. A felajánlásokat idén a Péter Cserny Alapítvány kapja. Ünnepségekkel telt a hétvége Makaóban, Kína különleges közigazgatási területén az ország délkeleti partjainál. A térség ugyanis 20 évvel ezelőtt, 1999. decemberében került vissza kínai fennhatóság alá, előtte ugyanis sokáig portugál gyarmat volt. Az országrész nagyfokú autonómiával rendelkezik, saját pénzneme van, pénzügyileg önálló maradt, az elmúlt években pedig a világ egyik leggazdagabb térségévé vált. Makaó ikonikus központjában a 400 éves Szent Pál templom romjainál kezdődtek az ünnepségek hétvégén Kína különleges közigazgatási területén. Az ünneplők szimbolikusan innen a portugál fennhatóság idején épült katolikus templomtól indulva vonultak fel a város utcáin, az elmúlt években épült modern város negyedig. Pontosan 20 éve annak, hogy Makaó Kína része lett, izgalmas történelemmel és gazdag kultúrával rendelkezik, amit színes viseletekbe öltözve ünnepelt a lakosság. Nagyon örülünk, mert idén ünnepeljük a 70 éve megalakult kínai népköztársaságot és azt, hogy Makaó 20 évvel ezelőtt tért vissza az anyaországhoz. Nagy örömmel veszünk részt a felvonulásban és az ünnepségekben, mondta az egyik helyi társulat vezetője. Makaóban a portugál fennhatóság időszakát 1557-től számítják, de érdekes módon a portugálok éves díjat fizettek Kínának a kikötők használatának jogáért. Majd 1979-ben a portugálok a területet Kína részeként ismerték el. 1999-ben született meg aztán a portugál-kínai szerződés az ország új közigazgatási státuszáról.
Ezelőtt 20 évvel, amikor átvettem a vezetést, fontos célkitűzéseket határoztunk meg. Azt, hogy sikeresen megvalósítsuk az egy ország, két rendszer politikáját, és azt, hogy újjáépítsük Makaót egy olyan helyé, ahol biztonságban és békében élhetnek az emberek, mondta a korábbi kormányzó. Az egy ország, két rendszer politika Hongkonghoz hasonlóan Makaóban is komoly gazdasági fejlettséget hozott. Különleges gazdasági státuszának köszönhetően az egyik leggazdagabb dél-kínai metropolisszá vált. Itt van például a legtöbb kaszinó egész Ázsiában. A kikötőváros turizmusa is nagyon fejlett, évente több millió turista látogat a 600 ezres városba. Tavaly például itt adták át a világ leghosszabb tengeri hídját, ami összeköti a szárazföldi Kínát Hongkonggal és Makaóval. Korcsolyázással zárult a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa rendezvénysorozat. A Városligeti műjégpályán bárki kipróbálhatta a jégkorongozást és a curlingezést. Az egyéves program kínálat célja az volt, hogy a budapestiek számára minél közelebb hozzák a sportolás élményét és lehetőségét. Mini hoki bemutató és családi akadálypálya is várta a téli sportok kedvelőit a Városligeti műjégpályán. A legnépszerűbb a korcsolyázás volt. Nem félek a korcsolyázástól, de annyira nekem nem megy a korizás, viszont barátnőm ugye szólt, hogy ma lesz egy ilyen ingyenes program, úgyhogy mindenféleképp kilátogatunk, és úgy látom, hogy vannak nyereményjátékok is, úgyhogy szerintem neki is állok mindjárt, és amíg van hely, meg amíg nem töröm össze magamat, akkor összeszedek egy pár ajándékot. A curlingezés szabályait magyarázza az edző. A játékot két csapat játsza, mindkét csapat 8-8 követ csúszhat a jégpályán egy kör alakú mezőbe. Az a csapat nyer, amelynek kövei végül a legközelebb esnek a kör középpontjához. Ilyen kavicsal kell a seprűvel eltolni, a hátsó comba kell indulatból, el kell csúszni kb. A feléig, és úgy, hogy is hívják, nekem sem ment elsőnek, de most már belejöttem, azt mondjam. Rutinos hokijátékos is kilátogatott a rendezvényre. Hát körülbelül 2 éve, és most már kapus vagyok. A főváros 365 sportesemény lebonyolítását vállalta a programma a 2019-es évre. A társadalom megmozgatása, az embereknek a sportolással való örömét próbáltuk megszervezni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült. Minden sportágat ki lehetett próbálni, egymás örömét, a sportnak azt a részét, amitől boldogok tudunk lenni. Az elnök kiemelte azt is, hogy rengeteg családot szólított meg a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa programsorozat, amely idén január 1-én pont ugyanitt kezdődött.